Jó reggel, csapat! Jó reggel! Hát mit építettetek ide? Hát mindenféle jó dolgot. Ez komoly! Egy piac. Piacot építettetek? Épp hozzuk a vonattal a zöldségeket a piacra. Hát ez fantasztikusan néz ki. Na hát jó reggelt kívánok, üdvözlök mindenkit ebben a mai vlogban, és nem tudom, hogy mi fog ma történni, de úgy gondoltam, hogy egy kicsit megragadom a kamerát, ugyanis lehet, hogy ez az utolsó vlog 3-asban. Lehet. Most még 3 és felesben vagyunk, de ki tudja, hogy mit hoz a ma. A holnap után, ugyanis Rami most már, ha azt nézzük, napos csirke. Hogy mondják ezt? Hát igen, mondhatjuk így is. Napos, vagy nem tudom. Oli már ilyenkor megvolt az a lényeg, mert Oli a 38. hétre született, ugye, nem a 40-re, és hát ezt már átléptük, úgyhogy benne bármi. Benne vagyunk, már nem vagyunk a 38. Nem tudom, az mit jelent? Hát, hogy még van 4 napunk a 38. hétből. Aha. Még lehet, hogy a következő bébi is 38. hétre születik. Hú, valamit mindig is ki akartam próbálni. Hát ez meg... ez hogy a manóba? Hello, megérkezett a piacra! Mit csinál? Képzeld, rajta van a kamera, a GoPro. És ezért olyan, mint hogyha megnézzük, hogy mit mutat a felvétel. Nem látom a másikba! A másik oldalát. Ja, nem látod? A másik oldalt van a kijelző, tudod? Nézd meg! Ez komoly! Ott most látszik? A bácsi is látszik. A bácsi is látszik? Ó, úgy látom, nem nyert el Oli tetszését. Nem, mert akadályozod a játékát. A saját játékoddal. Tudod, milyen ötletem támadt? Na, messzély. Nos, hát lehet, hogy a te ötleted volt. Mindjárt kiderül. Hogy a kismama táskát, az be kéne tenni most már a kocsiba, mert mindig kirándulunk, és mi van, hogyha rád jön a szülés? Hát ez így van, úgyhogy mit is lehetsz. Rami már azt összekészítette egyébként. Hát nem azt mondom, hogy hetekkel, de napokkal ezelőtt, úgyhogy lerekom a kocsiba, mert tényleg most már bármikor jöhet a babó. És megvetted nekem, amit kértem? Benne van a csomiba? Ez egy beugratós kérdés lesz. Fogalmat sincs, mire beszélek. Nem. Egy dolgot kértem, hogy azt az izotóniás italt, tudod, az ilyen kupakosat, amit fekve is lehet inni, azt szerez be nekem. Jaj, édesem, nagyon optimista vagy. Szerintem 20 perc alatt ki fogod tolni, és persze. Nem fog... Múltkor is meg... Múltkor is szomjas voltam. Múltkor is bekészítettünk pogácsát, meg energiaszeletet, meg szőlőcukrot. Erre azon kaptuk magunkat, hogy már kint is van a baba. De lehet, hogy most nem így lesz, úgyhogy készüljünk az mi ez az óriási nagy kupé. Jézusom. Szóval ez egy kombi. Mi ez az óriási nagy kupi? És hótkosz az egész kocsi, úgyhogy... mossuk le! Na és azért szeretem én lemosni az autót, és nem csak így beállni egy ilyen automosóba, mert akkor észreveszel rajta dolgokat. Ugye bringen is észreveszed, hogyha mit tudom én, reped a váz, ez most egy ilyen tök rossz eset, de ilyenkor feltűnnek a karcok, az apró kis ütődések, azért Pest ráadásul nálunk ugye a parkolás, az, hát nem nagyon figyelnek az emberek, az utcán maradjunk annyiban, szerencsére még garázsban vagyunk, de most is észrevettem valamit. Nézzétek csak itt a hátsó lökösön. Olyan, mint hogyha itt lenne valami, mintha kicsit megroppant volna ez a lökhárító rész, de nem innen jött az ütés, hanem fölülről. Szóval lehet, hogy csak Rami rájtett valamit. De nem akarok bűnbakot keresni, lehet, hogy én voltam, de hogy ja, az ilyenre tök jó, hogy ezeket észrevegyük. És hát továbbra is imádom a kicsi kocsit. Tervezek egy autó bemutatót, de
nem így, nem azért, hogy felvágjak továbbra se, azért öregszik már ő is 8 éves, hanem hogy így elmondjam, hogy mik a tapasztalatok vele. Nemrég kellett rá költeni egy kis pénzt, azt is elmondom, hogy mi az, amit ki kellett cserélni rajta. Úgyhogy lehet, hogy ezzel érkezem majd hamarosan. A nyári kereket is most már rá kéne rakni, de az Pécsen van, és ahhoz, hogy megforduljak az 5 óra, és ilyen messze már nem merek merészkedni. Úgyhogy majd remélem, hogy ez is eljön lassan, hogy megcsinálom ezt a videót, és... Megint megúsztam a sorbanállást. Valahogy az van, hogyha elmegyünk egy étterembe is, utánunk biztos, hogy sor lesz mindig, és én arra merek következtetni, hogy mi vagy hamarabb megéhezünk, mint az átlagember, és csak erre tudok következtetni, vagy nem tudom, és itt is ez van, hogy eljövök egy automosóba, mindig utánam alakul ki a sor, úgyhogy valamit nagyon jó ritmusba csinálok. Szia, Rami! Szia, Dani! Ne közelíts a fejemre! Képzeljétek el, hogy velünk el is szaladt a hétvége mindeközben. Mm. És egy csomó jó program volt, de nem kameráztam, mert most a hétvége szent volt, úgyhogy... De láthatjátok rajtam, mennyire fárasztó volt. Jól kipihentük magunkat. Instagramon egyébként, ha nem követek, akkor kövessetek be, mert hogyha nem is videózunk, akkor ott... Hát sztorikat szoktam kirakni, azt mondják vicces. És közben képzeljétek el, hogy böngésztem itt a memóriakártyát, mert törölni akartam róla videókat, és megtaláltam egy olyan videót, amit felvettem már nektek, nem is egy videót, a pulled pork receptet, amit már olyan régóta ígértem nektek, hogy én ezt én karácsonykor, amikor megcsináltam a családnak, én ezt felvettem. Úgyhogy következzen most ez. Na először is egy nagy bödön zsírra lesz szükség, és egy még nagyobb bödönre, és hát sertéslapockára. A mennyiségét azt nem tudom nektek megmondani, nagyon sajnálom, én a hentesnél meg szoktam mondani, hogy erre készülök, ennyi főre, és akkor ez mondjuk szerintem itt ez egy 2 kiló lapocka, amiket ilyen nagy darabra felvágok, és zsíron lepirítok. Mint láthatjátok, elég jól oda szoktam én ezt égetni, nem lesz tőle rossz íze, sőt, emiatt lesz finom, úgyhogy bátran az elején zsíron pirítsátok meg ezeket a nagy lapocka darabokat. Ezt követően jön a fűszerezés, koriander, nincs belőle elég, végtelen mennyiség, utána jön a hagyma, lilahagyma, fokhagyma, nagyjából ilyen 2-3-4 fej lilahagyma és mondjuk egy 8 gerezd fokhagyma, de nincs tuti recept, sajnálom. Só, ismét csak ízlés szerint, ezt követi kömény, ezt a sertéshúshoz szokták javasolni, majd fahéjjal áldom meg ezt a isteni csemegét, ezután pedig jön a szegfűszeg, azt hiszem ebben 25 darabot tettem most bele, babér levélből pedig 8-at, és nagyon fontos, mert tényleg ettől lesz nagyon finom. Na, miután megvan ez a cucc, felöntjük narancslével, és tök mindegy, hogy 20%-os vagy 100%-os, mindegyikkel próbáltam, nagyon finom lesz. 2 literrel szoktam felönteni, és hát igazából el is készültünk az alapjával, jöhet a koriander, sosem elég belőle, és a végére is érdemes hagyni, mert mondjuk a szalszához nagyon dukál. Majd piros paprika következik, nagyon fontos, nagyon jó ízt ad neki. Összekeverjük ezt a sok, hát trutyit, alapanyagot, és a főzése úgy néz ki, hogy mehet rá a fedő, és egy ilyen közepes lángon így épp, hogy forjon, egy hát 3 kötőjel 8 óra, de igazából nem lehet szerintem elég sokáig főzni. Én szerintem az optimális az egy ilyen 4-5 óra, és utána egy szépen szétesik ez a hús, minden, amit beleraksz, cucc az így egyé válik, egyesülnek az ízek, és ezért lesz szenzációs, mert iszonyatosan finom. Láthatjátok a képen, így fog kinézni, és én a végén képzeljétek el, hogy kiszoktam vadászni a babérlevelet és a szegfűszeget. Ráadásul ezt nézzétek! És nem hiszitek el, hogy megvan mind a 25 darab szegfűszeg, és mind a 8 darab babérlevél. Azt hittem, hogy Mission Impossible. Jó, ez most összejött, senki nem fog ráharapni a szegfűszegre és a babérlevélre, és hát utána a továbbiakban ezzel a hússal mit is lehet kezdeni? Erre már feltalálták azt a fűszertartó kis tojást, amivel bele tudod engedni a dolgokat, és nem kell vadásznod egyébként. De nem hitted el, van itt van, de nem hitte. Atya úristen. Tehát a szegfűszeget beletehetném abba a lem. De nem akartad valamiért. Sajnálom. Na, szóval, hogyha elkészül ez a hús, ezzel utána, hát sok mindent lehet kezdeni. Egész héten ezt szoktuk enni. Ehetjük rizssel, salátával, de a legjobb szerintem ilyen tortilla, tortilla alap, és akkor arra szoktam csinálni szalsza szószt, akár avokádó, vagy ilyen guacamolét, sok sajt, iszonyatosan sali, finom. Bármi. Tényleg próbáljátok ki, mert nagyon szeretjük. Egyébként szerintem az lett volna korrekt, hogyha most miattuk, az csak a ti kedvetekért még egyszer most megfőznéd. Az korrekt lett volna, és sajnálom a pontatlan receptet, szerintem kockázzátok ki, állítsátok meg, és akkor tényleg nagyjából meg lehet számolni, hogy hány gerezd a fokhagyma, meg hát így a mennyiségeket is.
Az igazság az, hogy sok barátom már megcsinálta, és mindenkinek nagyon jó lett, és mindenkinek ilyen random dolgokat mondtam, úgyhogy merjetek belevágni bátran. Fú, de ennék ilyet, te jó ég. Tejföl is kell hozzá, azt is szoktunk tenni. De azt a tortillához. Hát persze, a rétegezéshez. Olyas vagyok. Képzeld el, Rami, hogy most reggel, amikor Olit vittük a bölcsibe, akkor videózgattam ott egy kicsit a focipályán, és hát, hogy lehet, hogy utoljára vagyunk így hármasban, és furcsa. Nem sok ilyen reggel lesz már hármasban. Bizony. Gyere, kis tücsök. Jó! Micsoda cser! Szép! Nagyon furcsa, főleg az, hogy ennyire kiszámítatatlan, hogy most tényleg melyik nap indul be a szülés, ez nekem nagyon-nagyon-nagyon frusztráló. Ilyen túlságosan meg vagyok nyugodva, azt érzem, hogy így... Ugye? Tud, és ez is zavar. Zavar, hogy tudom, hogy fenekestől fel fog fordulni most az egész életünk. Jó értelemben, de nyilván... És közül már két hete élvezzük ezt, hogy ki tudja, hogy melyik lesz az utolsó reggel, és a mai, nagyon furán. Annyit még megígérek nektek, hogy ezt még megvágom most ezt a videót, hogy az lesz a címe, hogy utoljára hármasban, és hogy itt még tényleg hármasban leszünk. Lemondtam a melókat a hétre, úgyhogy szerintem végig csak vlogolni fogok, hogyha még nem szülsz meg, és tervezek itt pizzát sütni, jaj, de jó. Ezt, azt, amazt, úgyhogy remélem, hogy hát nem tudom, hamarosan találkozunk, lehetséges. Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót, sziasztok!